Az év utolsó időszaka is bővelkedett, bővelkedik fontos eseményekben. Ezeket foglalja össze most kedves nézőinknek Fenyvesi Zoltán, országgyűlési képviselő úr. Köszöntöm stúdiónkban. Jó napot kívánok! Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a nézőket. Képviselő úr, még néhány napig vissza lehet küldeni a nemzeti konzultációs kérdőíveket. Mit tudhatunk ezzel kapcsolatosan, mennyire van nyitva még a lehetőség, illetve miért fontos, hogy mindenki éljen ezzel a lehetőséggel? Igen, van még néhány nap, amíg postára lehet adni a nemzeti konzultációs híveket, sőt, utána online is ki lehet még tölteni. Tehát aki esetleg lemarad a határidőkről a postai feladással, az természetesen még néhány napig az interneten elérheti és kitöltheti a konzultációs híveket. Azért tartjuk fontosnak a konzultációs hívek kitöltését, mert egy újabb lehetőség arra, hogy a lakosság véleményt nyilvánítsanak a tekintetben, hogy a kormány családpolitikája jó-e, avagy sem. Bízunk benne, hogy ez jó, sőt látjuk, hogy a számok is jók, illetve hogy milyen irányt vegyen a családtámogatási rendszer, hiszen azt látjuk, hogy vannak továbbra is olyan országok és olyan politikusok, akik a bevándorlásban, a migrációban látják a népesedés problémáinak megoldását. Mi egészen más utat választottunk, mi bizonyítottuk már, hogy a családtámogatási rendszerrel lehet javítani a népesedési politikán, hiszen a Fidesz kormányzása ideje alatt nőtt a gyermekes családoknak a száma, nőtt az egyfőre jutó családokban a gyermekek létszáma, és nagyon reméljük, hogy ez a családtámogatási rendszer ez még tovább növeli ezeket a jó adatokat. Bízunk benne, és szent meggyőződésünk, hogy a családok támogatásával lehet a népesedési politikán változtatni. Mi ezt a célt tűztük ki, és ehhez kértük a lakosság támogatását, hiszen ezt nagyon sokféle módon meg lehet oldani. A kérdőívek ezt célozzák meg, hogy melyek legyenek azok az irányok, amelyekkel a legtöbben élnek. Azért fontos ezt megtenni, mert látható, hogy továbbra is vannak olyan erők, akik a migrációt erőltetik Európában, és egyáltalán nem álltak le a tervük megvalósításával, és a magyar politikusok, ellenzéki politikusok is felsorakoztak emellé. Láttuk MSZP-s politikusoknak a megnyilatkozását a parlamentben, akik dühöngve, rikácsolva széttépték a nemzeti konzultációs hívet, illetve láttunk más politikusokat, ellenzéki politikusokat, DK-s politikust, illetve képviselőt, aki egyértelműen hitettett a migráció mellett. Mi ezért tartjuk fontosnak a nemzeti konzultációt, mert úgy gondoljuk, hogy a magyar lakosság avval az állásponttal ért egyet, amit a Fidesz képvisel, és ehhez kértük a lakosság támogatását és segítségét. Ezért biztatok még mindenkit arra, hogy éljen választópolgáratta jogával, töltse ki a konzultációs hívet, és ezáltal mondja meg, hogy ő mit gondol a családtámogatási rendszer továbbviteléről. 2018 a családok éve volt, mondhatjuk most már így múlt időben, és ennek mint egy lezárása most ez a nemzeti konzultáció, és minden bizonnyal jövőre is folytatódnak ezek a támogatási rendszerek, illetve jövőre is a fókuszban lesznek a családok. És talán ehhez jó alapot teremt az a hír, amely néhány hete alaposan bejárja, azt hiszem, a médiákat, méghozzá az, hogy a magyar gazdaság nagyon jól teljesít. Mit tudhatunk erről, képviselő úr? Ez így igaz, hiszen látható, hogy szárnyal a gazdaság, sőt minden előzetes várakozást meghaladó módon, hiszen azt látható, hogy mi jóval 4% feletti gazdasági növekedést tűztünk ki az ország elé, de egyes hírek szerint és egyes mutatók szerint az utolsó negyed évben akár az 5%-ot is meghaladhatja a gazdasági növekedés. Ez mind-mind azt bizonyítja, hogy éves szinten közel leszünk az 5%-hoz, nagy valószínűséggel valamivel alatta maradunk, de ez azt bizonyítja, hogy jó az irány, hiszen ezek a mutatók, ezek a második legjobb mutatói az Európai Unió országai között. Tehát akkor, amikor azt mondták számunkra az ellenzéki képviselők, hogy jók ezek a mutatók, de vannak nálunk jobbak, lassan már ez sem lesz érv, hiszen egyetlen egy olyan mutató van, egyetlen egy olyan ország van, amely előttünk jár, de remélem, hogy ez mindenkit meggyőz arra, hogy jó az irány. Persze vannak olyan szegmensei a gazdaságnak, amelyek még jobban teljesítenek, hiszen kb. 27%-os az elmúlt években az építőipar teljesítménye, ez egy óriási szám, amihez hozzáteszünk, de nagyon jó a szolgáltatóiparnak a teljesítménye is, és ezen belül a turizmusnak a teljesítménye. Itt is az látható, hogy 10% fölött lesz a turizmusnak a GDP-s aránya, tehát ez is azt jelzi, hogy jól hozzá tud tenni a turizmus a gazdaság növekedéséhez, és
Ez különösen jó a mi vidékünk számára is, hiszen a mi vidékünkön nagyon sokan élnek a turizmusból és a turizmusért, és az látható, hogy ez is nagy mértékben hozzá tud tenni az ország növekedéséhez, és természetesen ez jó a magyar családoknak is, hiszen akik ebből élnek, azok láthatják, hogy most már jól tudnak tervezni, és tudnak egyről kettőre lépni. A családok jóléte, illetve a gazdaság összefüggésében az Otthon Melege program is sokat segít. Veszprém megyében is elindult, illetve régiós szinten kapták meg a régiók a különböző támogatási lehetőségeket. Mit tudhatunk erről, és mi a célja ezzel a kormánynak? Én azt gondolom, hogy ez volt az egyik legnagyobb eredménye a kormánynak, hiszen közvetlenül a lakásokhoz, a közvetlenül a magyar családokhoz tudja eljutatni a támogatás mindenféle egyéb rendszeren kívül, és olyan gépekhez, eszközökhöz, berendezésekhez juttatja a magyar családokat, amelyek mindennapos használati tárgyak, hiszen akár a mosógép, akár a hűtőgép, vagy bármelyik másik eszköz, ami a használatos a lakásban, azoknak a cseréjéhez járul hozzá. Való igaz, hogy régiós szinten történik ezeknek a pályázati összegeknek a felosztása, és ez folytatódik, sőt, az a jó hírem, hogy a következő évben emelkedni fog ez a támogatási összeg. Jelen pillanatban ebben a régióban 215 millió forint áll a családok részére pályázaton történő kiosztásra, ez körülbelül a lakosság 10%-át célozza meg. És tehát jó hír a következő évre is, hogy folytatódik ez a támogatási összeg magasabb lesz, tehát még több család tud részesülni ezekből a pályázati lehetőségekből. Térségünkben, képviselő úr választókerületében az elmúlt időszakban több átadó ünnepség is zajlott. Mit tudhatunk erről, milyen típusú átadások, beruházások valósultak meg? Én azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert ezzel tényszerűvé válik, hogy fejlődik térségünk, tényszerűvé válik, hogy a fejlesztések itt vannak, és örömmel nyugtázzuk, hogy ez sok-sok kisebb településre is eljut. Én csoportosítanám elsősorban ezeket a fejlesztéseket, hiszen most nagyon sok olyan fejlesztést tudtunk átadni, amelyek iskolákhoz kötetnek, oktatási intézményekhez kötődnek. Itt elsősorban az egészséges életmódot tűzte ki a kormány támogatási célként, és a mindennapos testneveléssel, a testmozgással kapcsolatos fejlesztéseket támogattuk. Így Ajkán két iskolában is, állami iskolában tornaterem felújítása történt meg, egy egyházi iskolában teljesen új tornacsarnok építését valósítottuk meg Ajkán, de ugyanúgy a Badacsony-Tomai iskola, a Nyirádi iskola szintén tornaterem felújításon esett át, és minden olyan dolog, amit a testmozgásba már fiatalkorban bele tudunk tenni, az az egészséges életmódot segíti, hiszen ha egészségesek lesznek a gyermekeink és fiataljaink, akkor kevesebbet fognak járni orvoshoz is, tehát mindenképpen célszerű ezeket a fejlesztéseket kiemelten kezelni. Ugyanakkor a másik fontos területe az életünknek a egészségünk megőrzése, és nagyon sok fejlesztés valósulhatott meg, amikor orvosi rendelőket, egészségházakat sikerült felújítani, illetve átadni. Itt elsősorban a Badacsony-Tomait tudom megemlíteni, amelyik az elmúlt időszakban történt, de ugyanúgy megjelentek a további útfelújítások és járdaszakaszok megújítása, szintén Badacsony-Tomajon, és örömmel nyugtázhatom, hogy az év is így fog elindulni, hiszen Lesence vidékén, Lesence Istvánon a jövő év elején fogjuk átadni az egészségházat, az orvosi rendelőt. Tehát azt tudom mondani, hogy a kormányzat és a jó pályázatok segítik hozzá ahhoz a településeket, hogy megvalósíthassák ezeket a fejlesztéseket. És én bátorítom is a településeinket, a település vezetőinket, hogy éljenek a pályázatot a lehetőségekkel, és a kormányzat támogatni fogja őket ebben a fejlesztésben. A beruházásokkal együtt ezekkel párhuzamosan nagyon jelentős szakmai tevékenység is zajlik a településeken. Sümegen képviselő úr részt vett az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület évzáró közgyűlésén, ahol értékelték ezt a nagyon sikeres esztendőt, illetve legutóbb pedig az Edutus Egyetem által szervezett turisztikai konferencián. Mi a véleménye ezekkel kapcsolatosan? Mennyire járulnak, mennyiben járulnak ezek hozzá a térség fejlődéséhez? Nagy mértékben hozzájárulnak, hiszen az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület egy olyan egyesület, amely már közel 300 céget, szervezetet, vállalkozást
láthat tagjai között, és azt jelenti, hogy a Balaton felvidéken bármerre járunk, mindig éltetős névjegyű vállalkozásokat láthatunk és tapasztalunk. Ez azt jelenti, hogy már igazi minőséget tudnak produkálni a kisebb egyéni vállalkozók, a kisebb gazdálkodók, vagy a mezőgazdaságból élők. És ez öröm. Ez azt jelenti, hogy a kis gazdaságok is már megtalálják a számításaikat, és ők is tudnak mindig fejlődni. Azért nagyon fontos, mert az egyik legjelentősebb mezőgazdaság és turisztikai egyesület az Éltető Balatonért, Balaton felvidékért egyesület, és ez kiválóan működik, ez Sümeghez köthető, Sümeg központú, és szívből gratulálok az egyesület vezetőinek. Látszik a Balaton felvidéken az a szakszerű munka, amit ők képviselnek és össze tudtak állítani az elmúlt időszakban. A másik pedig azért nagyon fontos, mert egy egyetem, amely várturizmussal kapcsolatos képzést valósított meg itt Sümegen, és a fontos témája az egyetem képzési rendszerének. Ez éppen itt zajlott, ez a konferencia, és nagyon sok hasznos előadást láthattunk, hogy hogyan épül fel, és hogyan hasznosítják ezeket a várakat, főleg külföldön. Én nekem nagyon tetszettek az osztrák példák, amelyek azt bizonyították, hogy várakat, felújított kastélyokat nem csak arra a funkcióra lehet használni, ahogy a régebben használták, hanem kélni kell az új, a modern adta lehetőségekkel. És bevonták esküvők szervezésébe, rendezvények szervezésébe, illetve olyan színházi előadások, koncertek megvalósítására, amire ide tudták már vonzani a turistákat. Sőt, az osztrák példa azt mutatta, hogy a várak látogatóinak 50%-a magyar. Tehát ők nagyon jó kampányt folytattak, már itt a határszélén, már magyar földön, hogy hogyan lehet a saját váraikat reklám céljából eladni a magyar közösségnek. És nekünk erre is összpontosítani kell, és bizony-bizony a várainkat, ha szeretnénk őket, már pedig szeretnénk őket jól hasznosítani, akkor bizony-bizony a határon túl is érdemes népszerűsíteni, hiszen a magyar vidéken a magyar lakosú emberek, külhoni magyarok, jönni fognak szép számmal váraimba, és azt gondolom, hogy ennek a konferenciának a legjobb helyszíne itt Sümegen volt, hiszen nagyon jól hasznosítják a sümegi várat, és de fejlődési lehetőség még van, sőt, azt is láthattuk, egy egyetlen egy olyan település van az országban, amely a kastélyprogramban is, és a várprogram is érdekelt, az éppen Sümeg. Mind a püspöki palota, mind pedig a vár tekintetében. Tehát én mindenképpen hasznos konferenciának tartottam, és nagyon remélem, hogy a következő évben más ország is be tudja mutatni, hogy ő hogyan hasznosítja várait. A jó, azt mindig át kell venni, és nem szégyen tanulni azoktól, akik nálunk jobban csinálják, vagy már nagyobb tapasztalattal bírnak. Célszerű átvenni a hasznos tapasztalatokat. Térjünk át, képviselő úr, a parlamenti munkájára. Most, hogyha jól számolom, akkor 7-8 hónap telt el a képviselői tevékenysége kezdete óta, és már is sikert könyvelhet el a tekintetben, hogy alelnöke lett a Nemzeti Összetartozás Bizottságnak. Mit tudhatunk a bizottság működéséről, illetve hogy függ össze a bizottság működéséből a legutóbbi lendvai látogatása, aztán a diaszpóra tanácsülésén való részvétel, illetve a Kárpát-medencei politikai pártok és szervezetek konferenciáján való részvétel. Ugye erről olvashattunk az elmúlt hetekben. Igen, a nyáron történt a frakcióban átrendezés, és nagy megtiszteltetésért, hogy a Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke lehettem, és számomra óriási lehetőség és természetes megtiszteltetés ez a pozíció. Ebből adódtak azok a feladatok, amelyeket a szerkesztőasszony is felsorolt. Részt vettem a diaszpóra tanácsülésén, amely elsősorban a külhoni magyarság civil szervezeteinek, egyházi szervezeteinek a tanácskozása, ez évente zajlik Magyarországon, és Ausztráliától Svédországig jönnek a különböző egyházi, illetve civil szervezetek vezetői. Nagyon jó volt velük találkozni, hiszen látható, hogy meg tízszereződött az a támogatás, ami 2010 óta ezekhez a szervezetekhez érkezett, és most már érzik ők is, hogy meg tudják tartani identitásukat, és most már tudják a magyar nyelvet is oktatni sokszor azok fiatalok számára, akik ugyan még magyarnak vallották magukat, de már a szüleik révén elfelejtették, vagy nem tanulták a magyar nyelvet, és így ezekkel a támogatásokkal most már lehetőségük van arra. Sőt,
Olyan ösztöndíjrendszer dolgozott ki a magyar kormány, hogy magyar fiatalok, 140 magyar fiatal mehet ki a diaszpora különböző szervezeteihez, hogy tanítsák az ott élő magyarokat néptáncra, népzenére, magyar nyelvre. Ez egy óriási lehetőség, és ezt a magyar állam fizeti. Ez, én azt gondolom, hogy egy nagy lehetőség a külhoni magyar szervezeteknek, hogy újra át tudják élni magyarságukat. Több lelkésztel plébánossal beszéltem. A clevelandi plébános például azt mondta nekem, hogy átlagban 197-en vannak a magyar nyelvi szentmisén. Ez egy átlag szám, ők minden vasárnap mérik, hogy hányan vesznek részt a szentmiséken. Természetesen valamikor ennél többen, valamikor kevesebben, de azt gondolom, hogy ez a 197, ez egy nagyon szép szám, hiszen az bizonyítja, hogy 197-en magyar nyelvű prédikációt, magyar nyelvű szentmisét hallanak átlagban Clevelandben, és ez csak egy város. És természetesen az egyházakra ilyenkor nagy szerep hárul, hiszen ők tudják összefogni a cserkész csapatokon keresztül, illetve magyar rendezvényeken keresztül a magyarságot. És ez egy óriási lehetőség. És jó volt találkozni a magyar szervezetekkel, mert értékelték ezt a támogatást. És ez szintén a halelnöki feladataim kapcsán adódott, hogy részt vettem ezeken az üléseken, és talán az eddigi képviselői munkám legnagyobb megtiszteltetése ért akkor, amikor Lendván a muraközi, muravidéki magyar települések, magyar sajtó évfordulójának az ünnepségén vehettem részt, hiszen 60 éves volt Móra közben a rádió, és 40 éves a magyar nyelvi televízió adás, és a szlovén miniszterelnökkel közösen mondhattuk az ünnepi beszédet. Én képviselhettem a magyar kormányt, ez számomra nagy megtiszteltetés volt, és nagy öröm volt újra magyarok között magyarként boldogulni, és én nagyon remélem, hogy még nagyon sokáig tudnak még ezek a magyar nyelvű médiumok, magyar nyelvű adás sugározni, mert az azt jelenti, hogy van kinek, és van miről. Képviselő úr, év vége felé közeledve mindenki egyfajta leltárt készít magában. Ön röviden hogyan fogalmazná meg, milyen volt a 2018-as esztendő? Számomra nagyon nagy változásokat hozott ez az év. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy képviselő lehettem, és képviseletem azokat az embereket, akik ezen a vidéken élnek, és megbíztak bennem, és az ő képviseletüket elláthatom a magyar parlamentben. Ez nyilván egy óriási megtiszteltetés volt számomra, és teljesen átalakította az életemet, de nagyon boldogan veszek részt a munkában, és engem ez éltet, vagy részt vehetek különböző programokon, sok programon, naponta 4-5 programon veszek részt akkor, amikor nem vagyok a parlamentben, de számomra ez adja az éltető erőt, és nagyon remélem, hogy ilyen energiával és ilyen egészséggel tudom a következő évet is szolgálni a választókerületem ilyen lakossága érdekében. Köszönjük, képviselő úr, hogy a vendégünk volt, és engedje meg, hogy munkatársaim nevében kellemes, békés karácsonyi ünnepeket kívánjunk, és jó pihenést, jó feltöltekezést. Köszönöm szépen. Én pedig Sümeg valamennyi lakójának áldott, békés, szent karácsonyi ünnepeket kívánok, és egy eredményeben gazdag, boldog új esztendőt!